Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi horoszkóp méhecske részére, július hónapra. Az indiai számítás szerint. Én évek óta az asztronómusoknak a naptárjával dolgozom, és az nem egyezik a mi asztrológiánkkal, ezért választottam ezt az indiai asztrológiát. Egy ilyen havi asztrológiát ti is kérhettek tőlem, vagy az indiai asztrológia szerint, vagy a mi asztrológiánk szerint, azt is kiismerem, tehát ti választhattok. A díjam egy havi horoszkópra 3500 forint. Kedves méhecske, köszöntelek téged, ez a te havi horoszkópod. Itt ezen a képen láthatsz 12 házat. Ezek a házak életterületeket mutatnak. Az első ház kihat a te személyiségedre, mások így látnak téged, de mutatja a külsődet is. Ezt aszcendentnek nevezzük, és itt van neked a te születési horoszkópodban a szűz jegye. Az azt jelenti, hogy amikor te megszülettél, abban a pillanatban a szűz jegye volt a keleti határon. A második ház az anyagiakat, a pénzügyi dolgokat mutatja, de az értékeket is. A belső értékeket is. Itt a te születési horoszkópodban a mérleg jegye van. A harmadik ház az iskolát, a tudást jelenti, de az élet iskoláját is, meg a kapcsolatokat internet útján is, és itt van nálad a Skorpión jegye. A negyedik életház, ez a mélypont, itt legyökerezünk, és ez mutatja az otthonodat, itt van nálad a nyilas jegye. Az ötödik életház a gyermekeket mutatja, a te gyermekkorodat is, az emlékeket és a játszadozást, mint felnőtt, itt az élet örömöt, itt van nálad a kos jegye. A hatodik életház a munkát mutatja, meg az egészséget, itt van nálad a vízöntő jegye. A hetedik életház, ez egy kapu, itt kinyílik egy kapu a szerelmi élet területére, ezt deszcendentnek nevezzük, és itt található nálad a halak jegye. A nyolcas életház az a halált jelenti, de nem minden esetben, inkább azt, hogy mitől kell, hogy elváljunk. Mit zárjunk le az életünkben. De utal az anyagiakra is, mert itt szemben áll a kettes életházzal. Nem csak az anyagiak tartoznak ide, hanem a szexuális dolgok is, de nem csak az, hanem a hivatalos dolgok is, vagy bírósági ügyek. A kilences életház, az az utazásra, a külföldi kapcsolatokra utal, de ez lehet egy belső utazás is. Itt van nálad a bika jegye. A felső pont, itt a tízes életház, az utal a hivatásra, arra is, hogy milyen céljaid vannak, hogy érjed el a céljaidat. Itt van nálad az ikrek jegye. A 11-es életház az a barátokra, kapcsolatokra utal,
de arra is, hogy miről álmodozol, mik a terveid, a reményeid. Itt van nálad a rák jegye, és az utolsó, a 12-es életház mutat kármikus témákat, és mindaz, ami olyan titokzatos, itt vannak a titkok, és itt vannak az ellenségek is, itt található nálad az oroszlán jegye. A napod a bak jegyében van, az 5-ös életházban, a holdad az a skorpión jegyében, a 3. életházban, Mars bolygó szintén a skorpión jegyében, a 3. életházban, Merkur az a bak jegyében, itt az 5-ös életházban, Jupiter az visszatekintő, utal a múltra, itt vannak kármikus témáid, Jupiter az a bika jegyében van, itt a 9-es életházban, Vénusz bolygó szintén a bak jegyében, az 5-ös életházban, Szaturnusz bolygó a 2-es életházban, a mérleg jegyében, Uránusz bolygó visszatekintő, ez a múltaddal áll kapcsolatban, itt az ikrek jegyében, a 10-es életházban, Neptun bolygó is visszatekint, a 2-es életházban, a mérleg jegyében, és Plútó bolygó az oroszlán jegyében, Plútó is visszatekintő. Aztán van még a két holdcsomó, a lefele mozgó holdcsomó, az mutatja a múltat, kármikus témákat, mindazt, amit te átéltél a korábbi életedben. Ez a lefele mozgó holdcsomó a rák jegyében van, a 11-es életházban, és a felfele mozgó holdcsomó az mutatja a jövőt, egy utat, egy kármikus utat, amit a te lelked kiválasztott, mert pontosan ez, amire szükséged van, ez, ami téged felszabadít, itt a rák jegyében. A mi bolygónk az a rák jegyében volt, abban a pillanatban, amikor te megszülettél. Ez a kép mutatja a születési horoszkópodat, a rádixot. De az élet változik, a bolygók mozognak is. És most megnézzük ezt a mozgást július hónapban, mert ezáltal változások vannak az életben. Ez a kép, ez a születési horoszkóp, ez mindig így marad. Ezen nem változik semmi, de a bolygók is mozognak, és egy ilyen mozgás mindig kialakít valamit, van hatásuk az életünkre. Mivel a holdcsomók is mozognak, és nagy hatásuk van ránk, ezt most én kiveszem ebből a képből, hogy a mozgást tudjam mutatni, mert ezek a kártyák nekem csak egyszer vannak. Így kiveszem a 2 holdcsomót, hogy ezt a mozgást is tudjam mutatni. Július 1-én Uránusz bolygó a kos jegyében mozog. Nem csak júliusban, hanem még évekig az indiai számítás szerint. De ez ugyanaz, mint mondtam is, ahogy az asztronómusok is ezt kiszámolják. Tehát Uránusz bolygót most ide teszem a kos jegyében, a 8-as életházba. Itt lesznek változások. Az lehet az anyagiakat illetően, a hivatali dolgokat
illetően, vagy egy örökség, vagy egy bírósági ügy, vagy hogy te lezársz valamit. Az lehet egy válás is. A Vénusz bolygó az a bika jegyében van, itt a 9-es életházban, a te horoszkópodban, a te születési horoszkópodban ez a Vénusz mutatja a te nőiességedet és a szerelmi kapcsolatot. Ezeknél a mozgásoknál lehet ez egy más hölgy is, aki hat rád, vagy akit ismersz, egy barátnő, egy jó ismerős, de lehet a te nőiességed is, és a szerelmi kapcsolatra is utal. A nap az ikrek jegyében van, itt a 10-es életházban. Ez a kép nem tetszik nekem, de nincs más kártyám, ezzel kell, hogy dolgozzam. Merkur bolygó visszafele mozog, az mutatja a múltat, de azt is, hogy sokszor nem mennek előre a dolgok. Merkur bolygó itt van az ikrek jegyében, a 10-es életházban. A felfele mozgó holdcsomó szintén itt az ikrek jegyében van, a 10-es életházban októberig. Addig hat rá, vannak itt ilyen kármikus témák, és egy új út, egy új lehetőség áll előtted. Ez kihat a hivatásodra, kihat a céljaidra, de arra is, hogy mások hogy hatnak rád, mert ez a 10-es életház mutatja a nyilvánosságot is. A hold az a mérleg jegyében van, a 2-es életházban, kihat a napra, tehát július 1-ére, és itt a 2-es életházban vagyoni dolgokról, értékekről van szó. Plutó bolygó az visszafele mozog, visszatekint, hat a múltra, és itt van a 4-es életházban, a nyilas jegyében. Kihat a te otthonodra. Plutónál valamit lezárunk, és az lehet az is, hogy te elköltözöl. Jupiter bolygó is visszatekintő, kihat a múltra, hogy jönnek az emlékek. Jupiter bolygó szintén itt a 4-es életházban, a nyilas jegyében, és Jupiter adja neked a lehetőségeket. Segít, mert Jupiter az hoz szerencsét. Szaturnusz bolygó is visszafele mozog, visszatekint a múltra, és Szaturnusz bolygó itt van a bak jegyében, az 5-ös életházban. Szaturnusz kihat a sorsodra. Itt lesznek sorsdöntő változások, és tanít téged, hogy élvezd az életet. Neptun bolygó is visszafele tekintő, megint a múltról van szó, de az is lehet, hogy kicsit lassítja a dolgokat. Neptun a vízöntő jegyében van, a 6-os életházban, itt a munkáról meg az egészségről van szó. Mars bolygó az a 7-es életházban van, ami a párkapcsolatot illeti, a halak jegyében. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. Mars az mutatja a te energiádat is, ahova te befekteted, de egy férfit is. Az lehet egy szerelmi kapcsolat, különösen itt a 7-es életházban, ahol párkapcsolatról van szó. A te születési horoszkópodban mutatja Mars a te erődet és a lelki társadat. Ennél a mozgásnál lehet egy más férfi is,
de lehet a te nagy szerelmed is. Kétú, ez a lefele mozgó holdcsomó, ez mutatja a kármikus témákat, mégpedig azt, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ez emlékeztet erre az időre, ez a kétú, vagy lefele mozgó holdcsomó a nyilas jegyében van októberig. És most megyünk tovább. Július 2-án hold átmegy a Skorpión jegyébe. Ez kihat a napra, a Skorpión jegye mutatja a víz elemét, kihat az érzéseidre. Itt lehet információ, vagy valami tanulás az élet iskolájában például. Július 4-e a hold átmegy a nyilas jegyébe, tehát átteszem a holdat ide a nyilas jegyébe. Itt másról van szó, kihat a napodra, új célokat, egy új irányt kell, hogy keresd, meg kihat a lakás dolgokra, lehet, hogy kapsz egy jó ajánlatot, és el tudsz költözni. Ezen a napon, tehát július 4-én a mi bolygónk, a Föld eléri azt a pontot, ami messze van a naptól. Az annyit jelent, hogy ezen a napon nem könnyű valamit tisztázni, vagy valamit világosan látni. Ugyanezen a napon, tehát július 4-én a hold eléri a holdcsomót, ezt a kármikus csomót, ezt a lefele mozgó holdcsomót, és érezzük ezeket a kármikus dolgokat, az emlékeket, a múltat. Július 5-én a hold még mindig a nyilas jegyében áll, és ezen a napon van egy teli hold. És ennél a teli holdnál van egy ilyen fél finsternis, mert a hold és a nap az összeköttetésben áll ezzel a kármikus csomóval, a lefele mozgó hold csomóval és a felfele mozgó hold csomóval. Július 6-án a hold áttér a vak jegyébe, és találkozik itt Szaturnusz bolygóval együtt hatnak. Itt valamit kialakíthatsz az életedben. Július 9-én a hold elbúcsúzik a bak jegyétől, és átmegy a vízöntő jegyébe, itt találkozik a Neptun bolygóval. Együtt hatnak. És ez alatt a hatás alatt érezzük az álmainkat. Július 10-én Vénusz bolygó messze van a naptól, és ez kihat a szerelmi életünkre. Kicsit lelassul a mozgása, ezt érezzük a szerelmi élet területén, és a minden olyan bizonytalannak tűnik ezen a napon. Július 11-én a hold áttér a halak jegyébe, és találkozik Mars bolygóval. Ez lehet egy kapcsolat, vagy ez a férfi mutatja az érzelmeit. És most lépünk tovább. Július 12-én Merkur bolygó megáll. És megállnak az események. Pontosan akkor, ha üzleti dolgokról van szó, vagy valamilyen szerződésről, vagy kommunikációról. Ezen a napon, ezen a július 12-én a hold eléri azt a pontot, ami messze van a Földtől,
ezt a Lilith energiának nevezzük. És ez azt jelenti, hogy érezzük a vágyainkat, ez olyan messze van. Úgy tűnik, mintha ez elérhetetlen lenne. 13-án félhold van, az mindig egy olyan húzavona, vagy érezzük ezt a belső feszültséget. 14-én átmegy a hold a kos jegyébe, itt a 8-as életházban van, és itt hat a napotra, ez lehet egy ilyen bírósági ügy, vagy valamilyen hivatalos dolog, de az is, hogy elgondolkozhatsz ezen a napon, mit szeretnél lezárni, és mit szeretnél megvalósítani az életedben. Július 14-én a Jupiter bolygó és a nap szemben áll. Itt tükröződik valami. Kell a lelki egyensúlyunkat megtartani, vagy valamit kiegyensúlyozni. Jupiter bolygó hatása alatt gyakran ilyen igazságtalanságokról, vagy az igazságról, vagy egy bírósági ügyről lehet szó. De Jupiter bolygó adja nekünk a lehetőségeket, a nap hat ránk, tehát oda kell, hogy nézzünk, és fontos azt, hogy valamit kiegyensúlyozzunk, mert itt döntésekről lehet szó. Július 15-én Plútó és a nap áll szemben. Megint tükröződik valami. Itt felteszed a kérdést, mit kell, hogy lezárjak, és hogyan tovább. Július 16-án a hold áttér a bika jegyébe, a 9-es életházra. Itt van egy belső út, vagy egy utazás, külföldi kapcsolatok. Július 17-én a nap megváltoztatja a pozícióját, és áttér a rák jegyébe. Kezdődik egy új havi téma, az pedig a család, a családi kapcsolatok, azon kívül a te álmaid és vágyaid, de a 11-es életházhoz tartoznak baráti kapcsolatok, tehát az is lehet egy téma, egy ilyen havi téma. Ezen a napon, tehát 17-én a hold együtt áll a Vénusz bolygóval, és kihat a szerelmi élet területére. 18-án, július 18-án a hold átkel az ikrek jegyébe, és eléri ezt a felfele mozgó holdcsomót, és vannak ilyen kármikus témák. De az nem a múltaddal van összefüggésben, hanem az, hogy hogyan tovább. Te választasz egy új utat. Július 20-án a hold áttér a rák jegyébe, és itt találkozik a nappal, az azt jelenti, hogy új hold van, legyünk visszahúzódók, tervezzünk valamit, de ne tegyünk még lépéseket. Ezen a napon, 20-án a nap és a Szaturnusz bolygó szemben áll. Itt arról van szó, hogy megtartsd a belső egyensúlyodat. Lehet, hogy témák vannak, ami az apukádat illeti, mert a nap azt is szimbolizálja. Azon kívül, hogy kinyisd a szemedet arra, ami neked fontos, amit te meg akarsz valósítani. Az is lehet, hogy itt Szaturnusz bolygó téged egy kicsit megleckésztet, de akkor is maradj ebben a belső nyugalomban. Július 23-án a hold áttér az oroszlán jegyébe, a
12-es életház mutatja a visszahúzódást is. Neked nyugalomra lesz szükséged, hogy elgondolkozz azon, hogyan tovább, és tekints a mélybe. Itt ennél a 12-es életháznál titkokról is van szó. Előfordulhat, hogy valaki elmondja a titkait, vagy ha neked titkaid vannak, akkor azt őrizd meg magadnak. 25-én a hold áttér a szűz jegyébe, ez téged érint közelről, és itt rólad van szó. Ezen a napon, itt a szűz jegyében, a hold úgy hat ránk, hogy eléri azt a pontot, ami közel van a földhöz. És ez azt jelenti, ez a Lilith energia, hogy vannak vágyaid, reményeid, és mivel közel van a földhöz, ez megvalósítható. Tehát kívánj ezen a napon valamit, vagy eléred azt, amit szeretnél. 27-én a hold a mérleg jegyében van, és ez egy fél hold. Fél holdnál mindig vannak ilyen belső feszültségek, vagy nehézségek, és ügyelj a pénzügyi dolgokra is, mert ez a félhold a 2-es életházban van, és az mutatja a vagyoni dolgokat is. 29-én a hold áttér a Skorpión jegyében, a napi téma, hogy mit kell, hogy tanulj, vagy milyen ismereteket szerzel, milyen kapcsolataid vannak az interneten keresztül is. 31-én a hold áttér a nyilas jegyébe, és eléri ezt a hold csomót. Megint vannak ilyen kármikus témáink, és itt ennél a lefele mozgó hold csomónál a múltról van szó. Nálad itt kihat a 4. életházra, és ez az otthonodat jelenti. Kedves méhecske, így tudtam lerajzolni neked ezt a július hónapot. Köszönöm, hogy megbíztál bennem. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!